Ronald Reagan a bizonyíték arra, hogy létezik teljes megújulás, hogy megváltoztatható a sors, ha van hozzá akaratunk, mondta Orbán Viktor, miután Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszterrel, és Semjén Zsolt miniszterelnök helyettessel leleplezte az egykori amerikai elnök szobrát az Egyesült Államok budapesti nagykövetsége előtt. A kormányfő hangsúlyozta, Reagan tabukat döntött le, és öröknek hitt dogmákat söpört félre a józanész nevében. Orbán Viktor szerint 1990-ben teljesnek tűnt a nyugati világ győzelme, de 20 év elteltével látszik, hogy a kiszámítható jövő helyett bizonytalanság lett úrrá a nyugati civilizáción. Orbán Viktor párhuzamot vont a régen korszak és a jelenlegi Magyarország között. Mint mondta, Magyarország most javítja ki a múlt hibáit. Condoleezza Rice volt amerikai külügyminiszter, arról beszélt, az 1956-os magyar szabadságharcosok inspirálták Reagant, ezért hálás, hogy épp a szabadságtéren kapott szobrot a 40. amerikai elnök. Ő a bizonyíték arra, hogy igenis létezik teljes megújulás, meg lehet változtatni az életünket, a sorsunkat, a világunkat, ha van hozzá elég bátorságunk és erőnk. He is testament to the fact that indeed complete recovery exists, can happen. We can change our life, our destiny, our world, if we have the courage and the strength to do so. Igen, mindez sikerülhet, ha vesszük a bátorságot, hogy határozottan különbséget tegyünk jó és rossz, igaz és hamis, értékes és talmi között. And yes, indeed, it can be done if we are brave enough to firmly make a distinction between right and wrong, between true and false, between valuable and worthless. Ha vállaljuk, ahogy Reagan elnök is vállalta, a jó és rossz közötti különbség kimondásával járó felelősséget és következményeket. Semjén Zsolt vehette át elsőként az újonnan alapított Nemzetközi Szabadságdíjat az amerikai Ronald Reagan elnöki alapítványtól. Az elismerést olyan politikusoknak ítélik oda, akik sokat tettek a demokráciáért. A miniszterelnök helyettes a Magyarországi Reagan Emlékbizottság elnöke. Ő kezdeményezte annak a Reagan szobornak a felállítását is, amelyet délután lepleztek le a budapesti amerikai nagykövetség előtt.